A kispolgárok parkjába várták az elmúlt két évben született gyermekeket és szüleiket Dombóváron. A 2019. október 1-e és 2021. szeptember 30-a között születettek számára került egy-egy fa elültetésre. Közel 100 darab fa csemete került elültetésre, és ebből adódóan mindenki többen érkeztek, tehát egyszer több száz ember vesz részt ezen a rendezvényen. Nyilván ők tudják a hagyományokat, hiszen 2-től 3-ig elültetik a fát, és a bölcsőde alatti pihenőnél várják a fiatalokat, és nyilván kedveskednek a gyerekeknek kis pogácsával, üdítőitallal, ezen túlmenően műsorral és ügyességi játékban is részt vehet. Néhányan ezt magukra vállalják és látogatják ezeket a fákat, és amíg meg nem ered, természetesen öntözik. Ezt követően az önkormányzat gondozza ezt a parkot és próbál rendet tartani, de nyilván miután az úton is látjuk, hogy azért itt nap mint nap járnak rendszeresen, ezeket a parkokat látogatják is. Az önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel, hogy a hagyományt megújult formában viszik majd tovább. Egy picit szeretnénk mi ezt újra gondolni, hiszen a faültetésnek van az a sajátossága, hogy csak késő össze lehet megtenni. Más városokban próbáltunk erre jó példát nézni, és nyilván hiszem, hogy találunk mi is erre megoldást. Ezt akár beljebb is lehetne elézni a városba, akár egy nagy játszótér közepére is lehetne tenni. Látunk már olyat, hogy elkészült egy nagy bronzalkotás, és arra föleveleket aggatnak, fölevére bele van vésve a gyermeknek a neve és a születési dátuma. Tehát egyelőre játszunk a gondolattal, hogy tárjunk fel új területet, és próbáljunk a zöldbe tovább ültetni ezeket a fákat, vagy csinálunk egy nagyon nagy központi játszóteret, ahol elejeszthetünk egy nagy-nagy életfát, amire lehet aggatni a leveleket 5 évig, 10 évig egy fára, nyilván még egy fának meg kell adni a lehetőséget. Tehát olyan megoldást szeretnénk találni, ami hosszú távon biztosítja azt, hogy a szülők ezt a hagyományt tudják ápolni, nyilván a gyerekek jól érezzék magukat, és hogyha ez egy nagy játszótér közepén lenne, szerintem a hangulata is teljesen más lenne, és nagyobb lenne a látogatottsága, mint itt a Konda völgyébe. A délután folyamán ásott, lapátot, locsolókannát ragadtak a szülők, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel telepítsék az önkormányzat által biztosított facsemetéket gyermekük születésének jelképeként. A helyiek jó kezdeményezésnek tartják, hogy a településnek van olyan része, ahol az önkormányzat évről évre fásít a gyermekek tiszteletére. Az újdonsult szülők mellett voltak olyanok is, akiknek nem ez volt az első fa ültetése. 5 évvel ezelőtt ültettünk egy fát itt a Konda völgyben, és akkor most a kisebbik fiamnál is követjük ezt a hagyományt, és akkor a nagyobbik tesó is most el tudott jönni, és jó, nagyon jó érzés ez így, hogy mind a két gyermekemnek itt a természetbe egy fa örökíti meg az emlékét. András kisfia Ádám boldogan bolyongott nagypapájával a farengetekben, hogy ráleljen arra a fára, amit szülei az ő születésekor ültettek. Hát megnézzük azt a táblát, és akkor rátaláltunk. Kósa Szabó Tünde férjével és kislányával Rózával érkezett a közös faültetésre. Elmondása szerint már régóta várták ezt az alkalmat. Nagyon jó ötletnek tartjuk, és már nagyon vártuk, amikor megszületett Róza, mert az unoka testvérének is, ő 7 éves, neki is már van itt kis fája, úgyhogy azóta erre várunk, hogy lehessen, és örülünk, hogy van ilyen lehetőség. A dombovári kispolgárok parkja egy pár év múlva már igazi hűset adó ligettel várja a természetbe vágyókat, a gyerekek számára pedig azt mutatja, hogy a gyökereik Dombovárhoz kötik őket.